Estéiben öltönyben érkeztek a vendégek a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara ünnepi küldött gyűlésére február utolsó péntekén. Ezeket az elismeréseket, díjakat adták át az estén, idén 20. alkalommal rendezték meg az eseményt. A Baranya gazdaságáért, vagyis idéntől a Zsolnai díj Baranya gazdasági fejlesztéséért elnevezésű elismerést Rákosi Balázs államtitkár kapta. Azt hiszem, hogy ez nem csak engem illet ez a díj, nyilván a szerepemből kifolyólag is kaptam. Nem cáfolva az, hogy egyébként egy nagyon szoros együttműködés van Pécs városával, a megyei önkormányzat vezetőjével és természetesen a kamarával, illetőleg az egyetem vezetésével, a rektor úrral is, hiszen ez kulcsfontosságú ahhoz, hogy a régió, a térség, a város fejlődjön. Az Európai Uniós források felhasználásáért felelős államtitkárként segíti a helyi vállalkozások EU forrás szerzését és támogatja beruházásaikat. Számos helyi KKV számára adott értékes segítséget, így indokolták a díj odaítélését. Még mindig leszakadó félben van Baranya gazdaságilag, a helyi iparkamara elnöke szerint. Megyében elindult a gazdasági fejlődés, az ütemével van a gond, lemaradóban vagyunk az országos átlagtól, és logikusan a nemzetközi színvonaltól. Ahhoz, hogy itt előre tudjunk lépni, nagyon széles körű összefogás lenne szükség. Nem elég az, hogy minden cég a saját szakmája a területén maximumot adja. Szükséges a közös aktivitás, nagyon sok tekintetben, például a humán erőforrások fejlesztésében, de akár a technológiai előrelépésben. Szükség van a politikai, közigazgatási háttér nagyobb támogatására is az elnök szerint. A kamarai díjak átadása egyfajta ösztönző erő lehet a többi vállalkozásnak, cégnek, hogy lássák, milyen üzleti megoldások, példák vezetnek gazdasági sikerhez megyénkben.